A Dózsaféle parasztfelkelés 500. évfordulójára emlékeztek a jelenlévők a református templomban, majd ünnepélyes keretek között áldották meg azt az emléktáblát, mely az 1514-ben történt eseményekre emlékezteti a nagyatádiakat. A magyar történelem legnagyobb parasztfelkeléseként emlegetik a mai napig a Dózsa György által vezetett parasztháborút. Kirobbanására az 1513. szeptember 3-án kiadott pápai levél s a török elleni keresztes sereg toborzására hívó bullájának budai kihirdetése adott lehetőséget. Az 1514-ben történt eseményeket Jakab László Tibor református lelkipásztor elevenítette fel a református templomban. A megemlékezés a katolikus mise és a református istentisztelet után kezdődött, melyen a tiszteletes elmondta. Háromszéken, Cegléden, Temesváron és Nagyatádon áll Dózsa szobor, ám az elmúlt hétvégét követően már egy márványtábla is őrzi a keresztes hadjárat katonai vezetőjének emlékét. Dózsa György utcához szerettük volna kötni, és Nikula András kőfaragó barátunk, aki az erdélyi körnek a tagja, ő felajánlotta ezt, hogy táblát elkészít itt, amit most egy kis ünnepség keretében megemlékezve az eseményekre a református templomba. A nagyatádi erdélyi kör szervezésében került elhelyezésre az emléktábla a Dózsa György utca 3-as számú ház falára. Az avató ünnepségen Horváth Loránd plébános szentelte meg az alkotást, melyet Simon Bálint gimnazista koszorúzott meg. Az erdélyi körnek mi is tagja vagyok édesapám révén. Tudtam, erdélyi származások vagyunk, és a Temesvár alatthoz kötődik a Dózsa György féle parasztháború, és ezáltal megkeresett a dr. Orbán Csaba bennünket az emléktábla elkészítéséhez, és mi szívesen adományoztuk ezt az erdélyi kör részére. Márványból készült, arany felirattal van, 4 rozetta rögzítéssel készült, ahol van fölfogatva a falra. Az emléktábla avatását követően közösen vonultak át a jelenlévők a Bethlen Gábor tiszteletére állított kopjafához. Az idén is átjöttünk és megkoszorúztuk egy magyar himnusz és székely himnusz kíséretében a Bethlen Gábor emlékoszlopot is. Nagyatádot nem csak a parkok, a szobrok városának is nevezik. A Rinyamendi településen meg annyi jelkép emlékezteti a nagyatádiakat, a turistákat, a magyar történelem, a magyar irodalom jeles képviselőire. Fontosnak tartom, hogy jeleket helyezzünk ki a városban, és ezeknél a jeleknél minden évben megemlékezünk, hiszen ez nagyon fontos a fiataljaink számára, hogy példaképek legyenek. Bethlen Gábor mindenképpen egy ilyen példakép, és a Dózsa György féle parasztháború is egy nagyon kiemelkedő pontja a magyar történelemnek. Itt el is hangzott az emlékünnepségen, hogy mindenki döntse el azt maga, hogy Dózsa György alakját pozitívan vagy negatívan ítéli meg. Mi mindenképpen pozitívan ítéljük meg, mert ezekből a forradalmainkból és ezekből az eseményekből nőtt, aztán kifejlődött tovább a magyarság történelme. Úgyhogy mi fontosnak tartjuk, hogy ezekről megemlékezzünk. Én két helyről lakom, de ott is van egy erdélyi góbétanya, ami a Bartis Laci barátunkhoz kapcsolódó, és ezáltal próbáljuk mi is az erdélyi hagyományokat megőrizni, mint Atádon, mint két helyen, mint bárhol. Amilyen felkérés részünkre jön, az természetesen vállaljuk szívesen, és örömmel segítünk, ami tőlünk telik. A nagyatádi erdélyi körnek köszönhetően egy újabb látványossággal gazdagodott Nagyatád, mely nem csak Dózsa Györgyre, de az 500 évvel ezelőtti parasztfelkelésre is emlékezteti a járókelőket.